A Cargill a világ egyik legnagyobb mezőgazdasági cége. Magyarországon két üzleti egységgel van jelen. Az egyik az az agrárellátási lánc, a másik pedig a takarmány előállító ágazat. Ennek az egyik része a karcagi gyár, ahol 120 alkalmazottal takarmányt, kész takarmányt, premixet és additíveket állítanak elő. A közelmúltban hivatalosan is átadásra került a vállalat napelemparkja, mely a cég energia szükségletének közel 40%-át biztosítja. A részletekről Berkes Gábor, a Cargill Takarmány ZRT igazgatósági elnöke tájékoztatta televíziónkat. A Cargill 1,6 millió dollár értékben napelem parkot hozott létre a karcagi gyár mellett egy 2 hektáros területen. A beruházás a tavalyi évben indult, az idei 2024 márciusára fejeztük be a beruházást. Több mint 4300 napelem került telepítésre. Ez a éves szinten, ez a gyárnak, a gyár energiaigényének a 39%-át fogja fedezni. Ugye ez a gyár, ez 3 műszakban dolgozik, tehát ennél nagyobb értéket nem is nagyon tudtunk volna elérni. Ezzel a telepítéssel körülbelül 27 ezer fakivágás egyenértéket fogunk megsporolni széndioxidban, és 470 tonna széndioxidot jelent ez évente. Berkes Gábor hozzátette, hogy a fenntarthatóság a Cargill életében nagyon fontos központi témává vált az elmúlt 20-30 évben. 2025-re azt vállalta a cég, hogy a 2017-es értékhez képest 10%-kal kevesebb energiát fog használni. Ezért a közeljövőben több hasonló fejlesztést is terveznek megvalósítani. A nap folyamán többféle témában hallhattak előadásokat, ha megjelentek. A Cargill cégcsoport működését pedig Phil Graham, a Cargill Animal Nutrition kelet-európai vezérigazgatója ismertette. Az előadásokat követően szalagátvágással adták át a napelem parkot. Itt felszólal többek között Kovács László, a kivitelezést végző Pearl Enterprise Kft. Ügyvezetője, a karcagi takarmányüzem gyárigazgatója, Szabó Miklós és Szepesi Tibor városunk polgármestere is. Karcagváros önkormányzata és jó magam is örömmel fogadjuk a településen jelenlévő cégek, cégcsoportok fejlesztéseit városunkban, hiszen velük elképzeléseikkel, innovációjukkal mindig egy-egy új lehetőséget, egy új esélyt, egy új fejlődési pályát körvonalaznak településünkön, és a településen munkát vállalni kívánok számára. Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek, és egy olyan fejlesztés átadásán vehetek részt, amely nem csak a cégcsoport életében igen jelentős, hanem a város életében is egy meghatározó mérföldkő lehet, hiszen jó példa a környezettudatos beruházások ösztönzésére. A mai beruházás tehát a cég fejlődése, a munkaerő megtartása mellett leginkább a környezettudatosság szempontjából fontos. A környezetvédelem, a környezettudatosság, a megújuló energia felhasználása kéz a kézben járnak. Karcagon mind az önkormányzat, mind a városban lévő cégek elől járnak ebben a környezetvédelemben, a környezet megóvásában, tisztántartásában, a megújuló energia felhasználásában. Büszke vagyok arra, hogy Karcag az előző évek fejlesztéseivel, ilyenek voltak például az intézményrendszer energetikai fejlesztései, a termálvíz kísérőgázának felhasználása, a szennyvíztelepünk rekonstrukciós törekvései, vagy a szeleték hulladékgyűjtés, az intézményi napelemellátottság, a közvilágítás korszerűsítése, és talán egy kicsit furcsán hangzik, de ide tartozik az energiatudatosság szempontjából a kerékpárutaknak a fejlesztése is. Az átadó ünnepséget megtisztelte jelenlétével dr. Berkó Attila főispán. Mi itt Magyarországon pontosan azokért az értékekért küzdünk, azokért az értékekért szállunk minden nap harcban, ami a Cargill politikáját, üzletpolitikáját is jelenti. És ebben mindenféleképpen a fenntarthatóságot, a jövő nemzedékét, a biztonságot személyen szerint szeretném kiemelni,
és külön szeretném ezért köszönetemet is kifejezni, hogy az egész üzletpolitikát ezekre az értékekre fűzi fel a Calgill. Huba Imre, a Jászlanykun Szolnok vármegyei közgyűlés elnöke a rendezvényen riporterünknek elmondta, hogy a fenntartható fejlesztések nem csak az energiahatékonyság növeléséhez járulnak hozzá, de segítenek megóvni a föld erőforrásait is a jövő generációi számára. A Cargill karcagi napelemes beruházása pedig példaértékű ebből a szempontból, hiszen ez egy önerőből megvalósult fejlesztés. Ugyanúgy, mint Magyarország, vagy ugyanúgy, mint Jászlanykun Szolnok vármegye, ugye a vármegye gazdasági szereplői is törekednek az energiabiztonságra, arra a fajta ellátási biztonságra, ami egyben a költséghatékony energiatermelést és energiafelhasználást is egyaránt jellemzi. Az elmúlt évek rámutattak, hogy a háborús gazdálkodás közepette az energiaárak tekintetében az energiahordozó beszerzésének útvonalai miatt eléggé sebezhető a magyar gazdaság, ezért minden gazdasági szereplő, aki felelősségteljesen gondolkodik a vállalat a jövőjéről, a munkahelyek biztonságáról és az eredményes gazdálkodásról, főleg, hogyha agráradottságú területről van szó, akkor folyamatosan csökkenti a kitettségét. Ezt egy mezőgazdasági termelő az öntözéshez használt energia megtermelésével, akár az élelmiszer rövid útjával, a feldolgozása és a közvetlen értékesítéssel tudja elérni, és ebből a Cargill vállalatcsoport egy olyan szereplő, egy olyan láncszem, amelyik a szántóföld és az asztal közötti útvonalat igyekszik lerövidíteni, tehát számára is a piaci pozíciók megőrzése, megvédése, az a energiahatékonyságon keresztül is egy nagyon fontos törekvés, és úgy látom, hogy a munkahelyek megóvása iránti elkötelezettsége is töretlen a vállalatnak, a vállalat vezetőinek ezért külön köszönetünk fejeztük ki a mai napon. A napelempark mostantól tehát a cég energia szükségletének közel 40%-át biztosítja. Hallhattuk azonban, hogy a vállalat további hasonló jellegű fejlesztéseket is tervez a közeljövőben, hogy még tovább csökkentse az energiafelhasználását.